Sziasztok! Itt vagyunk az Autista Mintaháznál, és a következő hetekben be fogjuk nektek mutatni a szakmai csapatnak azokat a tagjait, akik mindent megtesznek jelenleg is azért, hogy ebben a mintaházban az autista spektrumon élő gyermekek és az ő családjaik a lehető legjobb ellátásban és terápiában részesüljenek. Tartsatok velünk, és ismerkedjetek meg ezekkel a szakemberekkel! Márta, kérlek, mesélj nekünk, miben lesz más ez a kert, miben lesz különleges, mint a többi kert? Az autizmus barát kert az valójában az érzékeket fejlesztő kert. Az a célunk, hogy olyan érzékeket fejlesztünk, mint a hallás, a látás, a tapintás és a szaglás. Hogyha gyakorlatba ültetve nézzük, akkor konkrétan a terápia során milyen eszközök nyújtanak nektek segítséget, mi történik a kert körül, hogyan épül ez be a többi egyéb folyamatba itt a házon belül? Alapvetően a kert két funkciót fog betölteni, egyrészt a megérkezés és a várakozás helyszíne, másrészt pedig foglalkozásokat is tartanak majd a kertben. A várakozás ideje alatt, miközben ugye nem szervezettek a foglalkozások, közben megpróbálunk minél több lehetőséget adni a gyerekeknek egy nagy nyitott térbe megérkezve, választhatják, hogy melyik eszközöket szeretnék kipróbálni, lesznek például hangadásra alkalmas játékfalak, tapintás fejlesztő játékfalak, kipróbálhatnak különböző színű és formájú alakú burkolatokat, illetve hát a legfontosabb a növények, alapvetően különböző szagú, színű és tapintású növényeket próbálhatnak ki a fűszerkertben. A mintaház életében nagyon fontos, hogy a családok ne csak itt az épület környékén vagy akár a kertben, hanem utána későbbiekben önállóan is tudják folytatni a fejlesztést. Milyen eszközöket nyújt ehhez a kert? Igen, mindenképpen szeretnénk inspirálni a szülőket arra, hogy igenis minél több dolgot beépítsenek a saját kertjükbe vagy a saját tereikbe, ahol a gyerekek megfordulnak. Az a cél, hogy minél több ingert alakítsunk ki nekik. Ehhez nyújtunk segítséget a különböző berendezésekkel és kerti bútorokkal, amiket itt megtapasztalhatnak, hogy inspiráljuk őket, hogy nyugodtan ők is használhatnak nádbútortól kezdve fabútorig bármit, meg különböző burkolatokat, felületeket, színeket, leginkább színeket és hangadó eszközöket. Erre próbálunk majd segítséget nyújtani, vagy példát adni. Köszönjük szépen a munkátokat, és további sok sikert kívánunk. Köszönjük a tervezéshez. Szépen.